Egy budai zeneiskolában vagyunk hangképzés órán. Sinkovicsné Deák Margit Gyöngy nem csak énekelni tanítja diákjait, hanem a komoly zene és az opera műfajának szeretetére is. Itt. Tehát ebbe tessék belerakni. Hogy hogyan tudja megszerettetni ezt a műfajt a gyerekekkel, abban sokat segített neki az Opera Akadémia, az Opera akkreditált pedagógus továbbképző programja. Ne is le az utolsó hangot, csak bi-bi-bi, ba-ba-ba, maradott. A képzésből be tudom építeni azt, hogy a gyerekek fele közvetíteni azt, hogy az operában miért jó járni, hogy nagyon sok információt és lehetőséget kapunk, hogy megszeretessük a gyerekekkel ezt a műfajt, hiszen ez egy nehéz műfaj. Tehát nem lehet rögtön valakit elvinni az operába, tehát azt ki kell nevelni ezt a közönséget az óvodától kezdve. Megyünk tovább a résztúvós hangszerekhez. Az Opera Akadémia foglalkozásain az opera nagykövetei, zenészek, énekesek, táncosok tartanak előadásokat, és adják át saját tapasztalataikat a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek. Ezek a továbbképzések nem kizárólag énektanároknak szólnak, hanem általánosan bármilyen szakos pedagógus jelentkezhet, és ebből a szempontból nagyon fontos, hogy nem arról szól a dolog, hogy most zenei műelemzéseket halljanak, vagy stíluselemzéseket, hanem kompletten azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik itt az operában, a cipész műhelytől, a zenekari árkon keresztül a színpadig. Talán elsőre furcsán hangzik, de az opera bizony még akár a matek órákba is beépíthető. Ami egy-egy konkrét esetre szól, hogy azt most hogy számoljuk ki, százalékszámítás, arányosság, ilyesmi, sőt a kompetenciamérő feladatsorokban is vannak olyanok, ilyen színházi területek, hogy hol van a helyem, hogyha ide meg ide szól, és akkor én azt átviszem az operaház vagy az Erkel színháznak a nézőterére, tehát hogy annak adom be az alaprajzát, és hogy találják meg az ülőhelyet. Az opera nem csak ezzel a továbbképzéssel igyekszik támogatni a fiatalok zenei nevelését, ugyancsak pedagógusoknak vagy akár szülőknek nyújt segítséget az operák világának megismertetésében a nemrég megjelent Kákai István által szerkesztett Opera Holnapra című kotta gyűjtemény. Az 55 opera és 7 balett részletet tartalmazó válogatásban olyan művekből szerepelnek részletek, mint a Kékszakálú Hercegvára, a Diótörő, a Valkür vagy a Bánkbán. A kis zene, de hangképzés óráján éneklő Szűcs Rozina jó példa arra, hogyan tud a komoly zene áthatolni egy kamasz tudatán és lelkén. Amikor énekelek, így kiadom a stresszt, meg minden rossz dolgot. Az évente megrendezett Opera Akadémia célja tehát, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az opera műfajához, vagy egyszerűen csak a zenéhez, akár a nem zenei tantárgyakon keresztül is. A Magyar Állami Operaház Opera Akadémiája jövőre is tárt karokkal várja az érdeklődő pedagógusokat. Jó.